Idén ez volt a 8. és egyben utolsó hasonló témájú rendezvény, amelyet a Zentai Gazdakör szervezett. Gregus Lászlóhoz hasonlóan a termelők többsége rendszeresen ellátogatott ezekre. Ezért is jövünk el az előadásokra, hogy akár a jószágok terén, akár a mezőgazdaság, tehát a növénytermesztés, vegyszerek, magok, tehát ezek érdekelnek az újabb fejlődések, milyen újabb felhozatalban. A Gazdakörben a mezőgazdasági cégek szakemberei tartottak beszámolót. Orcsik Gábor, egy magyarországi KFT ügyvezető igazgatója, az általuk forgalmazott mezőgép alkatrészekről beszélt. Mivel hogy itt Vajdaságban is elég komolyan változik a gépesítés, és elég komolyan a nyugati gépek veszik át a munkának a dandárját, ezért valószínűsíthetően ezeknek a gépeknek az alkatrészellátásában is szükség van a gazdáknak egy jó forgalmazóra, aki márka függetlenül az összes brendet tudja a gazdáknak szállítani. Esetenként 30-40 termelő is ellátogatott ezekre a rendezvényekre. A legfőbb célunk ezekkel, hogy tájékozódjanak a gazdák az új vetőmagokról, műtrágyákról, növényvédőszerekről, és hogy értesüljenek időben minden lehetőségről. Kalmár Beatrix hozzátette, a Zentai Gazdakör irodája a héten átköltözik a Mária utca 42-es szám alá, így hétfőtől a termelők ott érdeklődhetnek.